Sziasztok, köszönök mindenki nagy nagy szeretettel, Szaszkó Csaba és a Csaba Televíziót nézitek, amelynek mai részében egy különlegesen könnyed témával készültem nektek, ami tulajdonképpen hát bevilágíthatná napunkat is, illetve vidámságot is okozhatna, ha meghagyták volna benne minden összetevőjét, de természetesen nem tették. Na most konkrétan gondolok arra, hogy minap a boltban jártunk kedvesemmel, és feltűnt egy új termékcsoport, nagyjából egy ilyen másfél méteren talán, és atya úristen, mondom, teljesen megfogta a kíváncsiságomat, csináltam jó pár fényképet róla, és aztán hazajöttem, mindenki jól végezte a dolgát, és utána gondolkoztam, hogy mennyire érdekes az, amit találtam. Most megmutatták nektek most hirtelen egy képet, amit ott csináltam. A képen tulajdonképpen hétköznapinak tűnő élelmiszerek voltak. Hát hétköznapinak tűnik, addig a pillanatig, mert ugye nem marihuánának és cannabis feliratokkal ellátott terméknek tűnik a dolog. Mert hogy az egyébként. És aztán hirtelen bele is kerestem az internetnek a mélyébe, bújrába, ahol ráeltem már egy magyar írásra, mutatom is nektek, a G7 portál hozta. Méghozzá még augusztus 13-án, tehát az itteni piacra lépéshez képest, gyakorlatilag két-három napon belül ott volt az információ. A lényegbe a Didül cannabis tartalmú termékeket hozott forgalomba, de ez így részben igaz, a cannabis stimmel, de nem tartalmú, hanem ízesítésű termékeket hozott gyakorlatilag forgalomba, mint a cigből egyébként elég jól kiderül, egy cseh céggel szerződtek le, és gyakorlatilag 21 féle terméket dobtak így piacra, itt Németországban. Ami a dolog érdekessége volt, hogy ez a videó elvileg úgy volt, hogy egy teszt is lesz, de hát aztán kiderült, hogy tesztelhetek én, mire visszamentem, addigra már nem volt belőle semmi se. Tehát lényegében utána már nem tudtam igazából vásárolni a termékből, pedig kíváncsi voltam rá, meg is tettem volna. És itt viszont igen, jól pontosan is írja, hogy a cseheknél ugye Green Dealers nevű szállító hozta ide tulajdonképpen ezt a termékcsoportot. És utána a cikknek a következő részében azért volt érdekes, benne is volt nyilván, hogy a CBD, THC-t egyáltalán nem tartalmazza, pontosan azért, hogy ne lehessen ráfogni semmit. Viszont egy érdekes megközelítés volt, hogy választások lesznek szeptember 26-áig Németországban, Angela Merkel, illetve akkor majd egy új konglomerátum fog felállni, amit ugye nem tudjuk még milyen összetételű lesz, biztos érdekes lesz, bár a zöldeknek van elég nagy esélyük nyerni. És tulajdonképpen furcsa módon megfogalmazódik a cikkben is, hogy ez egyfajta szociális érzékenyítés is tulajdonképpen. Például a Lidl részéről az ilyen típusú termékeknek a forgalmazása, illetve a kereskedelembe hozása. Itt ír róla, hogy gyakorlatilag melyik párt mit szeretne. Én azt gondolom, hogy ez, amit most láthattunk tulajdonképpen itt a Lidl-től, ez egy viszonylag egy úttörő dolog ilyen szempontból. Itt már rögtön láthatjátok is a termékeket, és hát azoknak egy részét. Tehát látjátok, ez egy ilyen sima display, akkor a kicsi ez, kicsi az, meg ez. És ott fönt látjátok, hogy a Lidl-nél föntről lefele vannak az árak. Tehát azért mondom, hogy ez ilyen szempontból aktuális volt, sajnos. Vásárláskor már máshol nem tudtam benne. De gyakorlatilag itt láthatjátok a termékeket. Természetesen csokoládénak mindenféleképpen lenni kellett, azon ott a bal felső részben. Utána láthattok akár kenderolajat is, és akkor utána van egy kis muffin, hogyha esetleg szeretnél egy kenderízű muffint elfogyasztani. Illetve még van benne kenderízű brownie is, ugye kis keksz. De ott a felső sorban ott láthattok még ott a jobb szélén teát is. Kenderízesítésű tea. Nem tudom, biztos megvan a sajátos íze. Itt egy másik kép. Gyakorlatilag ez a két sor volt tulajdonképpen belőle. Igazából nem több és nem kevesebb. Látszik, hogy ott már fogyott, tehát igazából nem nagy mennyiséggel készült azért az idő. Azért ugye elég óvatosan vették ezt a dolgot. Látszik, hogy nem erőltették meg magukat. Nyilván egy próba jelleggel volt, de ott az alsó sorban pedig ugye látjátok, nem tudom mennyire látható, cookies. A sauma sampon fölött egy picivel, éppen, vagy valami sauma, igen, talán. Ott egy kis marihuana cookies, illetve mellette természetesen elmaradhatatlan a proteinszeletek, amik gyakorlatilag kellenek.
természetesen is több ízesítésben, és ott jobbra viszont genderízesítésű energiaital volt látható. Úgyhogy, de mellette látjátok a Nutella egészen jól melegvért. És nem tudom nektek ezeket a képeket, hát nem tudom mennyire láthatóak, remélem valamennyire. Igazából ez már tulajdonképpen a múlté. Ezek a termékek lényegben úgy néz ki, hogy eltűntek, és aztán most már egyelőre valószínűleg nem is fognak megjelenni, gyanítom. Mert aztán egy picit az örömbe, egy kicsi üröm is azért vegyült. Természetesen, hát azért nem lehet felhőtlen minden. Ugyanis kiderült, és még mutatom, még egy hash brownie kis csokoládé, meg az Eufória muffinnak a képét, illetve utoljára, de nem utolsó sorban természetesen itt van a csokoládé közelebbről, és hát a bio kenderolaj, ugyanis itt azért szeretnék azt nyilván, hogy elsősorban ezek a termékek, ha készülnek, akkor Európában termesztett kenderből készüljenek. Itt ugye Németország bizonyos szempontból nagy problémát, itt is nagy problémát jelent természetesen a kábítószerfogyasztás, viszont nagyon fontos dolog, hogy azért szeretnék ezt egy picit már legalizálni valamilyen szinten, még jobban, mint eddig volt, hogy például a rendőrséget ne terhelje ilyen szinten a kábítószerfogyasztásnak ez a verziója tulajdonképpen. Tehát ez a pici mennyiség, otthon fogyasztásra ez az, ne okozzon problémát. Hát én nem tudom, hogy mit fognak ebben majd kezdeni a jövőben tulajdonképpen a döntéshozók, de ez egy szép próbálkozás volt azért a Lidl-től. A szép próbálkozást azért, hát az eredmény is mondom, hogy az üröm is vegyült a dologba. Egy picit térjünk csak vissza ugye a másik részére, hogy mi történt. Hát az történt, hogy aztán lényegében nem kellett túl sokat várni gyakorlatilag erre a dologra, amikor a rend éber őrei, és most nem látom a cikknek a tetejét, így van, de hogy nem, ott van a razzia. Rosenheimben, Bayer tartományban kivonult a rendőrség, és hát lefoglalt bizonyos termékeket, ugyanis elvitték a laborba bevizsgálni. Rendőrségi laborba, hogy tartalmaz-e valóban valamit, vagy valóban semmit nem tartalmaz, mint ahogy azt a Lidl állítja. Tehát látszik, hogy azért itt azért a rendőrség is lecsapott erre a dologra. Én azt gondolom, hogy egy szép próbálkozás volt a Lidl részéről, marketingnek mindenféleképpen jó volt, viszont sajnos megkóstolni már én sem tudtam. Hát majd legközelebb talán, majd jobban figyelek. Minden esetre nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, jó pihenést, sziasztok!